Lengyel kulturális értékek bemutatkozása a Total Art galériában. A migráció kutatásban élen jár a PTE. Ezt ismerte el az Egészségügyi Világszervezet egy együttműködéssel. Különleges hét a Szent Márton úton. Márton nap más szemszögből. Köszöntöm nézőinket, Önök a Pécs TV híradóját látják november 10-én, hétfőn. Tartsanak velünk! A jelenlegi állás szerint csütörtökön tartják az új összetételű pécsi közgyűlés alakuló ülését, tájékoztatta a Pécsi Napilapot Lovász István Pécs jegyzője. Az ülésen várhatóan a korábban bejelentett két alpolgármester jelölt, Girály János és Őri László beiktatását is megszavazzák a városatyák. Az ülés elején a helyi választási bizottság vezetője ad tájékoztatást a választások lebonyolításáról és eredményéről. Majd következik az alakuló közgyűlésen a most bizalmat kapott képviselők esküje, illetve mandátum átvétele. Őket a város újra választott első embere Páva Zsolt követi ebben. Az ilyenkor szokásos protokoll szerint hagyományosan a polgármester ünnepi köszöntőt tart, amelyet követően a kötelező elemek kerülnek sorra. Többek között az alpolgármesterek megválasztása, eskütétele, valamint illetményeik megállapítása, mondta el Lovász István alapnak. A Pécsi Tudományegyetem és a WHO között létrejövő egyedülálló szerződés fókuszában a migráció népegészségügyi vonatkozásai állnak. Az egyetem általános orvostudományi kara Európában az elsők között kezdett el ennek a kérdésnek mind az oktatásban, mind a kutatásban kiemelt helyet adni. Ezt ismeri el a hétfőn kötött együttműködési megállapodással a WHO Európai Irodája. Az Európai Unió 27 tagállamában a bevándorlók becsült száma megközelíti a teljes lakosság 8%-át, és számuk évente 1 millióval nő. Az EU számára a kedvezőtlen demográfiai folyamatok miatt a bevándorló munkaerő alapvető gazdasági szükséggé vált, ugyanakkor sikeres integrációjuk komoly kihívást is jelent. Ebben a folyamatban az egészségügy kulcs szerepet játszik. A WHO, az Egészségügyi Világszervezet egy migráció egészségügyi politikán dolgozik Európában. Egy egyetértési, együttműködési memorandumot írtunk alá a Pécsi Egyetemmel migráció egészségügy területén, amelynek az a célja, hogy a tudományos kutatásokat, oktatási programokat, adatbázisokat továbbfejlesszük Európában, egy európai hírlapot, newslettert adjunk ki és működtessünk, továbbá pedig olyan népegészségügyi programokat folytassunk migráció egészségügy területén, amelyek fontosak az európai és hát magyar döntéshozók számára is a migráció egészségügyi döntések kialakításában. A Pécsi Tudományegyetem általános orvostudományi kara Európában elsők között kezdett el ennek a kérdésnek mind az oktatásban, mind a kutatásban kiemelt helyet adni. Ezt ismerte el a mostani együttműködési megállapodással a WHO Európai Irodája. Ez egyfajta elismerés annak a munkának, amit a Szilárd István által vezetett migrációs medicina tanszéki csoport végez, és ahogyan a Szakab Zsuzsana elmondta, ők jóval korábban kezdtek el ebben az irányban mozogni, mint maga az Európai Unió, ami körülbelül 2-3 éve pont az arab tavasz kapcsán keletkezett migrációs hullám okán kezdett el foglalkozni ezzel a problematikával. Jakab Zsuzsanna részt vett a Szentágotai Napok hétfői nyitó rendezvényén is, ahol ismertette az európai népegészségügyi programokat és a kihívásokat is. Ezen kívül megbeszélték azokat a kutatásokat, amik segítik az ő munkájukat. A Szentágotai János Kutatóközpont megalakulása óta minden évben a névadó Szentágotai János születésnapjára emlékezve tudományos ünnepséget tartanak. Idén harmadik alkalommal rendezték meg a kétnapos tudományos ünnepet, a Szentágotai napokat november 10-e és 11-e között. Az Egyetem Kutatóközpontjának díját az intézményben végzett kutatásaiért Meleg Béla professzor kapta. Az Európa Tanács 2005-ben a Szombathelytől Turszik vezető útvonalat európai kulturális útvonallá nyilvánította, hogy bemutassa Európa legnépszerűbb szentje, Szent Márton életét és kultuszának kiemelkedő emlékeit. Európában mintegy 10 000 templomot szenteltek tiszteletére. Őt tekinti patrónusának,
több egyházmegye, földrajzi régió és város. Nevét Finnországtól Olaszországig, Portugáliától Lengyelországig több száz település viseli. A Szentmárton út két csomópont köré szerveződik. Az egyik csomópont Szombathely, az ókori Szavária, ahol Márton megszületett, másik túrvárosa Franciaországban, ahol Mártont püspökké választották, ahol ma a sírja található. Ennek apró része az 500 kilométeres Baranyai út, erről igyekszik minél vonzóbb, hívogatóbb tájékoztatott képet nyújtani Petre András a Művészetek és Irodalomházában. Ennek a kiállításnak a kezdete az 2010-ben volt, amikor a Via Divide Caritatem útvonalat a pécsi megyés püspök elnevezte. Az a Szent Márton útvonalon belül egy önálló egységet képez, nevezetesen azért, mert Baranyában különösen sok a Szent Márton kegyhely, legyen az kápolna, legyen az templomtorony, legyen az egy imaház. Ennek viszont egy olyan magyarázata van, hogy itt a török dúlás után meglehetősen megritkult a népesség, és a Mária Terézia, illetve a II. József uralkodása alatt történt nagyjából a betelepítés, ugye a sváboknak, úgynevezett sváboknak a betelepítése, és többnyire ide is kerültek, és aztán az ő munkájuk révén, hogy az a mocsaras elláposodott terület, mert nem gondozták, hogy a falvakká nőtte ki magát újból, újfent. Hát volt olyan település, ahol a törökdúlás után egyetlen egy család élt. A Pécsi Nemzeti Színház 200-ként csatlakozott a tükekártya elfogadó helyekhez. A kártya tulajdonosok kedvezményt kaphatnak mától a színház jegyek után is, illetve minden hónap elején 5 napig csak ezzel a plastiklappal válthatók belépők az intézmény pénztárában. Eddig 19 ezeren váltották ki a tükekártyát Pécsett. Vendégünk a stúdióban Rabiné Kovács Eszter, a Pécsi Fesztivál szervező non-profit Kft. Tükekártya menedzsere. Jó napot kívánok! Üdvözlöm, jó napot kívánok! A Pécsi Nemzeti Színház is csatlakozott a tükekártya programhoz, mondhatjuk így, 200. még hozzá a teátrum. A kártya sikerét mutatja ez, illetve először talán néhány szót ejtsünk arról, mit jelent ez a színház esetében, hogy ők is a tükekártya programhoz csatlakoztak. A színház a tükekártya tulajdonosoknak azt ajánlotta föl, hogy egy előfoglalási rendszert csinál a tükekártyásoknak. Ez azt jelenti, hogy a teltházas előadásokra 5 nappal előtte a tükekártya tulajdonosok helyet tudnak foglalni maguknak, úgyhogy biztos, hogy bejutnak arra a esetleges olyan előadásra, ahova nem tudnának, mivel hogy tükekártyával rendelkeznek. Ha esetleg mégsem sikerülne, akkor a karzaton lévő jegyeket 30% kedvezménnyel tudják megvásárolni, hogyha a tükekártyájukat felmutatják a színháznak a jegypénztárában. No, hát ez egy remek hír a kultúra, illetve a színház szerelmeseinek, hogy sikerült a színházat meggyőzni arról, hogy nekik is jó ez. A színházigazgató úr volt olyan kedves, mivel jelezte, hogy ugye támogatja a pécsi város kártyánkat, és hogy ő is szeretne a pécsieknek kedveskedni ebben, hogy ezt a gesztust megtette a lakosok felé. Tehát akkor Rázga Miklós kereste meg önöket? Mi is megkerestük már többszörösen, de most volt úgy, hogy most alakult úgy, hogy létre is tudtuk hozni az együttműködést. 200. elfogadóhely, mit jelent ez? Most akkor elértek egy nagyon szép számot, beszéljünk azokról, akik már benne vannak, kik tartoznak a tükekártya elfogadóhelyek közé. 2010 óta megy a program, szépen felívelő számot mutatunk. Ugye itt a kulturális programoktól kezdve nagyon sok strand van a Dél-Dunántúlon is, nem csak Pécs városában, ahova el lehet látogatni. Itt az autóápolástól a butikokig, a szépségápolásig széles palettájú az elfogadóhelyeink. Egy kis matrica jelzi az üzleteknek, vagy az elfogadóhelyeknek a kirakatán, hogy tükekártya elfogadóhely, ez a matrica jelzi, ott fel kell mutatni a kártyát, és akkor már is a végösszegből a kártyatulajdonosnak levonják a megígért kedvezményt, ami általában egy 15-20%. Ez helytől függ, ugye? Igen. A honlapunkon tudnak tájékozódni a kártyatulajdonosok, vagy van egy elfogadóhely füzetünk, hogyha befáradnak hozzánk az irodába, Széchenyi tér 1-be, akkor át tudják venni ezt a mindig aktuális magazinunkat, amiben meg tudják nézni, hogy pontosan mire jár a kedvezmény, hány százalék, és milyen feltételekkel tudják igénybe venni.
Ki igényelhet tükekártyát, mert gondolom azért nem mindenkinek igen, fontos, van még Pécset. Igen, igen. 14. életévét betöltött pécsi lakcímmel rendelkező állampolgár válhatja ki. Ez a pécsi lakcím, ez lehet esetleg ideiglenes lakcím is. Csak az a lényeg, hogy lakcímkártyáján szerepeljen egy pécsi lakcím. Tehát egy ideiglenes lakcím is elég. Igen. Tehát aki egyetemre jár ide, vagy középiskolában jár. Valóban, igen, őrájuk gondoltunk, igen, igen, az egyetemisták, igen, főleg. Mivel lehetne meggyőzni, hogy még többen igényeljenek, illetve most jelenleg hol tartanak? Én 19 ezerről hallottam. Igen, 19 ezer fölött vagyunk már. Nagyon örülünk neki, mert tavasszal volt ugye a 15 ezredik ünnepélyes átadónk, és én úgy gondolom, hogy itt a nyárban, amikor mindenki nyaral, meg nincs itt, hogy mégis 4000-en bejöttek hozzánk, és elvitték a kártyát. Úgyhogy ebből is látszik, hogy ugye a sok kicsi sokra megy közmondás, ez milyen igaz is. Mi számolgattunk, ugye, ha valaki egy évben egy tükekártyát rendesen használ, hogy akkor ilyen évi szinten 10-15 ezer forintot simán meg lehet spórolni. Az elfogadó helyek száma bővül folyamatosan? Igen, 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 igen. Milyen irányba terjeszkednek, illetve milyen partnereket keresnek meg kulturális szférából, akár vagy üzleti szférából, tehát különböző kereskedőket, vagy hogy képzeljük el, mindenfele keresnek? Igen, próbálunk úgy arra figyelni azért, hogy ne legyen 18 fodrászunk, vagy 20 autóápolásunk. Próbálunk arra törekedni, hogy minél szélesebb legyen az elfogadó helyek köre. Természetesen, ha valaki jelentkezik, hogy ő szeretne elfogadó hely lenni, akkor nem utasítjuk el. Pont ezt akartam kérdezni, hogyha valakinek megtetszik ez az ötlet, illetve igen. Van-e olyan, hogy bejön valaki, akinek már van tükekártyája, és akkor azt mondja, de jó lenne, ha például ez meg ez a igen. cég is. Ez alapján is próbálnak így célzottan keresni? Igen, volt már ilyen, igen, igen, igen. Meddig hova futhat ki a tükekártya program? Mit gondol erről? Minél többen csatlakozzanak, akár elfogadóhely, akár kártyatulajdonosok, és akkor ez a végcél? Ez én úgy gondolom, hogy a végcél nem az, hogy a csillagos égig nyomjuk fel a számokat, hanem az, hogy valóban használják az emberek a kártyáikat. Esetleg az elfogadó helyek, hogyha még nagyobb mértékű kedvezményt adnának, az biztos, hogy mindenkinek jó lenne, főleg a kártyabirtokosoknak. Nincs meghatározva, hogy hol az áj. Szerintem, ameddig jó esik. Meg hát szerintem van egy ilyen közösség, szervező, fejlesztő ereje is a tükekártyának. Tehát az együvé tartozás erősítés, ez is egy fontos üzenetcél. Nagyon sok, nagyon kedves kis nyugdíjas fárad be hozzánk, és úgy lépnek be az irodába, hogy én törzsgyökeres tüke vagyok, és látszik rajtuk, hogy büszkék rá, úgyhogy valóban ez egy összetartozás. Igen. Azt fejez ki, igen. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és sok sikert kívánok a programát. További folytatásához köszönöm szépen. Én is köszönöm a meghívást. A Total Art Egyesület szervezésében májustól december végéig Pécsi Nemzetiségi Körkép címmel programsorozat indult a Király utca 24 szám alatt. A hétvégén a lengyel kulturális értékek bemutatkozása kezdődött a Pécsett élő lengyel kisebbségi önkormányzat közreműködésével. Zenés irodalmi kulturális est keretében nyílt meg a Pécsi Nemzetiségi Körkép lengyel kisebbségeket bemutató programsorozata a Total Art Egyesület kiállító termében. Kortárs lengyel képző és iparművészek kiállítása látható itt a hagyományok és ünnepi szokások jegyében. Ezek a festmények és kerámiák például Kravcun Halina, a frissen választott lengyel nemzetiségi önkormányzat elnökének alkotásai. Nem véletlen, hiszen Halina előbb volt művész, mint elnök. A lengyel-magyar barátság viszont nagyon fontos számára. Szerintem ne csak a lengyel nemzetiségnek élenne és kellene ápolni a hagyományokat, a nyelv további tanulását, megtartását, fejlesztését, a kultúrát mindkét államnak, például lengyeleknek magyar kultúrát megmutatni, lengyeleknek viszont a magyaroknak Lengyelországot, lengyel kultúrát, hisz ez a két ország az már mondjuk
mint egy két barát. Még 8 évvel ezelőtt indult a kezdeményezés. Rozsnyai Ilona, program és sajtómenedzser már az EKF-hez beadott pályázatában is megírta, hogy a nemzetiségek kultúrájával foglalkozni kell. Itt a lengyel kisebbség kulturális értékeinek tárlatán pedig nem csak képzőművészeti alkotásokkal találkozik a betérő. Vannak fordítások, különböző könyvek, folyóiratok, ami érinti az itt élő lengyeleknek az életét, és igencsak hát nem feltűnés, hanem inkább érdeklődésre számottevő az életképek fotói, ugyanis az mutatja, hogy a 16 éve működő lengyel nemzetiségi kormány igencsak aktívan belevetette magát itt a kulturális életbe és a nemzetiségi kultúra ápolásába. Eddig nagy sikerrel mutatkozott be már májusban a roma, júniusban a horvát, augusztusban az ukrán, szeptemberben a szerb, októberben pedig a német nemzetiség, most pedig a lengyelek. A kiállítás egy héten át november 16-áig tekinthető meg. Felkerült a 180 napon túl fennálló 100 millió forintot meghaladó adótartozást felhalmozó cégeket összesítő NAV listára az Alexandra könyvbirodalmat kiépítő Matyi Dezső első cége, a Pécsi Direkt Kft., írja a hétfői napi gazdaság. A 10 milliárdos tartozást görgető cég ellen a lap szerint egyre több a végrehajtás és egyre kevesebb a dolgozója és telephelye. Matyi Dezső Pécsi Direktben tulajdonolt üzletrészét idén májusban foglalta le a bíróság. Matyi nevéhez mintegy 50 gazdasági társaság köthető. A könyves mellett többek közt ingatlanos, borászati, vendéglátó és fociklubot működtető cégben is érdekelt. Ezek nagy részénél jelenleg, közvetve vagy közvetlenül, családtagjai a tisztségviselők, tulajdonosok. Matyi 2013-ban még szerepelt a napi.hu a 100 leggazdagabb című kiadványban, a mintegy 10,9 milliárd forintosra becsült vagyonával az 55. helyen állt. Híradónk végén főbb témáink még egyszer röviden. Lengyel kulturális értékek bemutatkozása a Total Art galériában. A migráció kutatásban élen jár a PTE. Ezt ismerte el az egészségügyi világszervezet egy együttműködéssel. Különleges séta a Szent Márton úton. Márton nap más szemszögből. Önök a Pécs TV híradóját látták, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!